képernyőfotót akarok csinálni. Sziasztok, Patilda vagyok, és a mai videó egy BookTag videó lesz, mégpedig a Hungarikumok BookTag, amire Enikő hívott ki az Enikő Olvas csatornáról, amit ezután is nagyon szépen köszönök még egyszer. Ennek a tagnek a lényege az, hogy különböző hungarikumokhoz, illetőleg magyar dolgokhoz párosítunk könyveket, ezekhez ugye vannak szempontok, és azokhoz párosítok könyveket. Igen, előzetesen megjegyzem, hogy azt nem találtam meg, hogy az eredeti tag az honnan jött, kitől, és nem tudtam ezeket belinkelni, de hogyha valaki tudja, és lent hagyja nekem kommentben, akkor beteszem majd a leírásba. Mert én egyszerűen nem találtam meg az eredeti verziót, vagy nem tudom, hogy van-e belőle bármilyen formában eredeti poszt, vagy videó, vagy akármi. Na de akkor nézzük is a kérdéseket. Első kérdésünk, Pálinka, azaz egy könyv, ami akkorát ütött, hogy sokáig tartott a hatása. Na most erre egy olyan könyvet fogok mondani, amit még csak nemrég olvastam, de biztos, hogy nagyon sokáig fog tartani a hatása. Ez David Attenborough-tól az egy Élet a bolygónkon című könyv. Ez a könyv azért ütött hatalmasat, mert így felnyitotta a szememet, és elég durva dolgokat tárt elém, úgyhogy... Igen. Ennek a hatása egy ideig még érződni fog rajtam, azt hiszem sokáig. Sokáig érződni fog. Második kérdés. Szikvíz, vagyis szódával elmegy kategória. Erre egy olyan könyvet választottam, ami nagyon jól indult, igazából tetszett, csak azért mondom azt, hogy szódával elmegy, mert nagyon-nagyon sokáig volt húzva. A feléig tetszett ez a könyv, aztán nekem sokáig lett húzva, és ezért unalmassá vált, és ezért fogom rá azt mondani, hogy elment, de nem volt túl jó, ez pedig Bauer Barbarától a Fényfestő. Nagyon tetszik a borító dizájnja, de a fele után olyan felesleges események történtek benne, amiktől kikészültem, és azt mondtam, hogy csak legyen már vége. Harmadik, Makói Hagyma, egy könyv, amin sírtál. Ide egy olyan könyvet választottam, vagy hát azt a könyvet választottam, ami legutoljára megsiratott. Ez pedig Lee Bardugótól a Ruin and Rising Pusztulás és felemelkedés magyarul a címe. Ezt nemrég olvastam elkönyvben, ahhoz képest, hogy ez a videó elmegy már egy hónap lesz kb., de nem baj. És ennek a könyvnek a vége volt olyan, hogy megkönnyeztem. Úgyhogy ezt mondom ide. Negyedik, Kürtös Kalács, tekervényes történet. Ide megint tudok magyar szerzőt mutatni. Ez Palágyi R. Lászlótól az Éjkapu című kötet. Ez a könyv engem meglepett, nagyon jó értelemben lepett meg. És az elején ugyan kicsit nehezen tudtam követni a történetet, mert sok felé futottunk sokféleképpen, de utána összeállt, és nagyon jó volt. Ötödik, Akác, egy könyv, melyben fontosak az illatok. Ennél bajban voltam, de végül egy olyan könyvet választottam, amiben úgy gondolom emlékezetből, hogy sok illat volt benne. És ezért fogom azt mondani, hogy fontosak az illatok, mert egy sütis kávézóról van benne szó. Egy süt illat, meg kávé illat. Ez pedig Jenny Colgantől a Találkozzunk a Cupcake Kávézóban című kötet. Ha emlékezetem nem csal, volt egy pont, amikor így még gondolkoztak is, hogy majd a kávézóban szállingózik ki a kávé, meg a süt illat, és becsalja a vendégeket. Úgyhogy ezért fogom ide mondani. De nem ez a világ legjobb választása erre a pontra. Hatodik pont, Béres Csepp, gyógyír a lelkedre. Ide egy régi kedvencet hozok. Nem olyan régi, de relatív. Szóval ez Rainbow Rowell-től a Fangirl. Ez a könyv bájos, és szórakoztató, és vicces, és jó, és aranyos, és kedves, és jó érzéseket idézelő, úgyhogy ezért mondom ide. Hetedik, Halasi Csipke, egy könyv, melyben túl sokat csipkedték egymást a karakterek. Erre, ami nekem beugrott, az Noel Stevensontól a Nimonet választottam, mert nagyon tetszett, hogy a különböző kis epizódokban Nimona és Bitang fő nagyon-nagyon sokat piszkálták egymást és ugratták egymást. Ráadásul az egy dolog, hogy szarkasztikus módon, de a saját kötet, a saját műfaját és a saját dolgait is még kifigurázta egymáson a két szereplővel, tehát nagyon-nagyon jó volt és szórakoztató ez a része benne. Nyolcadik kérdés, törlejpezsgő felpezsdítő könyv. Ide most Marissa Meyertől fogom mondani a Szindert. Azért volt ez a kötet számomra felpezsdítő, mert két nap alatt lenyomtam, és annyira magával ragadott, és annyira tetszett,
hogy én abban nem gondoltam bele, hogy ez ilyen lesz. Tehát, hogy én nem vártam azt, hogy ez a könyv ennyire magába fog szippantani, és megtette, és ez felemelő érzés volt. 9. Tiszavirágzás, legrövidebb könyv, amit valaha olvastál. Amit most fogok mutatni, az egy 24 oldalas könyvecske, ez pedig Tóth Klaudiától az Emma az utazó. Ez egy ilyen nagyon pici kis könyvecske, egy gyerekkönyv, tehát nem sok szöveg, meg szép illusztrációk is vannak benne. Szóval elvileg ez a legrövidebb könyvem, és olvastam is, tehát ez a legrövidebb olvasott könyvem. A 10. egyben utolsó kérdés, a Kodály módszer, könyv, amire büszke vagy, hogy olvastad. Ide igazából tudnám mondani az összes olyan könyvet, amit akár a Barangolás Amerikához, akár a Barangolás Európában-hoz olvastam, mert azokra azért vagyok büszke, hogy nem csak amcsi, meg nem csak brit szerzőktől vannak, hanem bővítem velük a látómezőmet és a nemzetiségeket, amiket olvasok. De nem ezeket fogom... Tehát ugye abból sok van. És nem akartam csak egyet kiemelni, szóval ez lenne az egyik. A másik, amit ide fogok mondani, az J.R.R. Tolkientől a Silmarilok. Brutál nehéz könyv. Tehát a Silmarilok az így gyakorlatilag a Gyűrűk urának a töri könyve, ami így tömören foglalja össze a dolgokat. Tehát ez az, ami tömören foglalja össze. Rengeteg információ van benne, és ezért nagyon-nagyon nehezen olvasható olyan szempontból, hogy 20 oldal után már nem tudom, hogy mi volt előtte könyv, és nagyon nehéz szerintem emlékezni rá első olvasás után, hogy mi történik benne. És azért vagyok erre büszke, mert ez tényleg egy nehéz olvasmány, de mégis Gyűrűk ura világa, és jobban meg lehet tőle belőle ismerni Tolkien világát, úgyhogy ezért viszont tényleg büszke vagyok arra, hogy végigrágtam magam rajta. Pedig nem egy ilyen túlolvasmányos kötet ahhoz képest, mert hogy tényleg rengeteg adat van benne így folyószövegbe belefűzve. Szóval nem egy könnyű olvasmány. Azt hiszem ezt a teget már sokan kitöltötték, úgyhogy most így hirtelen most nem tudom, hogy ki az, aki még nem töltötte ki és szeretné. Úgyhogy most akkor nem hívok ki senkit. De aki szeretné, nyugodtan töltse ki és vegye úgy, hogy akkor kihívtam. Igen, és tényleg, hogyha valaki az eredetit, vagy bármi tud az eredeti tegről, vagy a készítőről, akkor az szóljon lent, mert akkor megpróbálom valahogy, valamilyen formában feltüntetni, hogy az is meglegyen, illetve Enikő videóját is lent fogom hagyni a leírásban, hogy azt is meg tudjátok nézni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!